Tisztelt jelölt asszony, tisztelt művész úr és művészek, tisztelt megyei képviselők, tisztelt városi képviselők, és nem utolsó sorban tisztelt mester és úr, én csatlakozom ahhoz a köszönethez, hogy lehetővé tette, hogy itt ebben a gyönyörű templomban történjen meg ez a mai ünnepi megemlékezés. És tisztelt és kedves szépségek és környékbeliek, egy olyan esemény miatt jöttünk ma itt össze, amire újfent és ismételten mindjárt mint magyarok büszkék lehetünk. De nem csak magyarok, hanem mindenki, aki szabadság szerető itt Közép-Kelet-Európában. Hiszen 11 évvel a második világháború vége után egy kis nép, egy kis nemzet azt mondta, hogy elég volt. Ha kicsit visszatérünk a történelemre és figyelembe veszünk azt, hogy a második világháborúval annak köszönhetően, hogy a Berlinért folyó versenyfutást a Sztálin Szovjetunió nyerte, egész Közép-Kelet-Európát megkapta a szovjet rendszer, és diktatúra alá nyomta őt az akkori kor. Senki más olyan egyértelműen és ilyen korán nem jelezte a világnak, hogy ez nekünk nem kell. 11 évvel a második világháború után egy olyan Magyarországot ért el a szabadság láza, amely ugyanúgy visszakerült a trianoni határok közé, mint az első világháború után. Tehát lehetett volna miért szomorkodni, és lehetett volna miért azt mondani, hogy talán nincs értelme. Mégsem így gondolták az akkori fiatalok, akikhez csatlakoztak a szó akkori értelmében vett értelmiségiek és munkások, mégsem úgy gondolták, hogy értelmetlen. Mert a szabadságért sohasem értelmetlen küzdeni. A szabadságért mindig van értelme. Hangot emelni, szót emelni, írni, beszélni, mondani és szervezkedni. A szabadság ugyanis egy komoly emberi érték, és aki azért küzd, az mindig ki is vívja a világ elismerését. Itt történt ez akkor is, és azért volt rendkívül fontos számunkra, magyarok számára, hiszen a második világháborúban megkapta az utolsó csatlós, szomorú lényegét nemzetünk. Most kiderült, hogy azért sokan voltak első csatlósok, azóta egyre hangosabban lehet mondani, hiszen Kelet-Európában sokan úgy gondolták, hogy akkor a Magyar és Németország mellé kell sorakozni, Magyarország nem az első volt. A lengyelországi hadjáratban a németek mellett csak két szlovák hadosztály vett részt, azért ezt is néha mondjuk el önmagunknak is és a másoknak is hangosan. Mégis a második világháború végével talán a legrosszabb helyzet is a magyarság került. Ezért volt fontos az, hogy 1956-ban a magyar nép tisztára elmosva, a magyarság újra kivívta a tekintélyt, a szimpátiát, hiszen az egész nyugati világ mutathatott végre Magyarországra, hogy láll a szovjet diktatúra, ez egy elnyomás. Ez a szélső baloldali megoldás, nem megoldás. Tehát igenis mi nyugatiak vagyunk, az igazságosak és jó, és ehhez Magyarország segítette őket hozzá. Az a Magyarország, amely a keletről elbántak az első és a második világháború után is. Ezért rendkívül jelentésű volt 1956, és ezért kell szemlékeznünk, ezért kell megemlékeznünk a hősökről, akik nem igazán gondoltak bele, hogy vajon ez ennek a cselekedetnek lehet-e siker, mert talán ha belegondoltak volna, soha nem vágnak bele ebben a vállalkozásba, hanem azt mondták, hogy így nem akarunk élni, másképp akarunk élni, szabadabban akarunk élni, és ezért hajlandóak vagyunk komoly áldozatokat is hozni. Szükség volt erre a vállalásra, szükség volt arra, hogy ez a nemzet újra felemelkedjen és fel tudjuk emelni a fejünket, és mondhassuk büszkén azt, hogy igen, magyarok vagyunk a világban. Büszke magyarok, szabadság szerető magyarok vagyunk a világban. Sikerült a 56-os forradalom első része, hiszen október végén 28-án ki kellett vonulni a szovjet csapatoknak, a megszálló csapatoknak, hogy aztán még nagyobb erővel visszajöjjenek, mert a világ úgy döntött, hogy a Magyarország ott kell, hogy maradjon, ahol van, és abban a rendszerben kell, hogy maradjon, ahol van, segítség nem érkezett. A második nap tanulság számunkra az, hogy mindig csak önmagunkra számíthatunk, akkor segítenek nekünk igazán, ha ez nem jár túl nagy áldozatokkal mások számára, ami áldozatainkat meghagyják nekünk. Továbbra is ez egy fontos tanulság számunkra is a felvidéki magyarok számára, hogy elsősorban önmagunkat kell bízni, és önmagunkat kell erősíteni, és keresni kell az egymáshoz vezető utakat, nem a megosztás a megoldás számunkra, hanem az együttműködés, az összefogás és a közös megoldásoknak a keresése, mert addig segítenek mások rajtunk, amíg az nekik is megfelel. Abban a pillanatban, ha ez már nekik nem felel meg,
olyan mértékben, hogy ezt elvárnák, úgyis átfordulnak tőlünk. A történelme számtalanszor igaz volt a számunkra is. Mégis óriási jelentősége van ennek az 56-os forradalomnak, ahogy 48-49-nek is volt, sőt a Rákóczi szabadságharcnak, hiszen tudjuk, nem folytathatta az elnyomó rendszer azt, amit szeretett volna 1956-ban, hiszen sok mindenben változott utána Magyarország. Nekünk, akik Csehszlovákiában éltünk, mint gyerekként a 70-es években, láthattam, hogy mennyire a szabadabb az akkori Magyarország, a 80-as évekről nem is beszélve, mint volt Csehszlovákia. A rendszer nem tudta megőrizni ezt a rigid jellegét, mint ahogy például Csehszlovákiában sikerült 68 után is. Tehát volt értelme az áldozatoknak, volt értelme a szabadság iránti küzdelemnek, mert mindig van értelme, és mindent rálálkozom. És számunkra is van értelme önmagunk megmaradásáért küzdeni, mert ez is valahol a szabadságról szól. A Magyar Közösség Pártja idén azt a Bibó idézetet választotta mottójának, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Ez egy rendkívül fontos mondat, és hogyha keresik az ellenpólusait néhány szónak, a szabadságnál talán a rabságot fogjuk mondani, de a szabadság mellé az ellenpólus valóban a félelem, hiszen a lélekbe kell elsősorban szabadnak lennünk, és a félelemnek valóban lehet a pozitív igazolása az, hogy a szabadság, akár így is fogalmazhatunk, és ránk nézve, itt élő magyarok számára, és mindenki számára, aki komolyan veszi a másik ember iránti empátiát, toleranciát és elismerést, fontosnak kell lenni annak, hogy csak közösen lehetünk szabadok, itt Kárpát-medencében. Ha elnyomnak egy kis nemzetet, ahogy ez történt 56-ban, ha elnyomnak egy kisebbségi közösséget, mint az itt élő szlovákiai magyarokat, senki sem lehet igazán szabad. Akkor lehetünk szabadok, hogyha mindjárt meg tudjuk érezni a szabadságnak az élő gyümölcsét, ha mindnyájan tudjuk azt, hogy itt magyarként tudunk megmaradni Szlovákiában, és nem azt keresi folyamatosan a hatalom, hogy hogy tudja tőlünk elvenni ezeket a szabadságjogokat, hanem azt érezzük, hogy közösen dolgozzunk ki azt, hogy mi jó nekünk, és ami jó nekünk, annak jónak kell lenni Szlovákiának is, hiszen ebben az országban élünk. Fontos, hogy 56 erőt adjon számunkra, fontos, hogy 56 újra bebizonyítsa mindjájunknak a lelkünkben mindig azt, hogy érdemes és jó magyarnak lenni, és érdemes és jó a szabadságért küzdeni. Itt ebben a régióban is, és az egész felvidéken, ahol magyarok élnek, mindegy milyen gazdasági körülmények között, mert a két dolog összefügg, ahol van szabadságot, előbb vagy utóbb a gazdasági jólét is megjelenik. Rajtunk múlik, hogy mennyit teszünk önmagunkért, rajtunk múlik, hogy megfogadjuk-e azt az üzenetet, amit 56 megfogalmazott számunkra, rajtunk múlik, hogy teszünk-e önmagunkért, mert higgyék el, mindig megérni. Lehet, hogy nem holnap után jön meg az eredmény, hogy 56-ra sem, egyik napról a másikra, de előbb vagy utóbb az elvégzett munka, a kitartás, az odaadás, az meghozza a gyümölcsét. Ez legyen már 56-nak a fő üzenete. Köszönöm, hogy meghallgattak, és legyen újra a helyszín, a templom, ma itt a zenének a helyszíne. Köszönöm szépen!